Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén örömteli eseményre került sor az ungvári római katolikus templomban. Majnek Antal munkácsi megyéspüspök Szent Mise keretében állandó diakónussá szentelte dr. Bacsó Róbertet. Az Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát. Ő a harmadik diakónus, akit a munkácsi római katolikus egyház megyében szenteltek fel. Ő az utolsó vacsorán is a leggyönyörűbb példát mutatta mindannyiunk számára, a szolgáló szeretetben. Kedves Robert testvérünk, ezen a Szent Misén az Úristen meghívásának egy nagyon fontos állomására érkeztél. Teljesen odaszenteled magadat az Úristennek, az ő szolgálatára, a nagy diakonusok sorába, Szent Istvántól kezdve, Fülöpön keresztül, Lőrincen keresztül, egészen a mai napig, amikor te is oda szenteled életed az Istennek. Kedves testvérek, ez mindannyiunk feladata. Szent Pál apostol írja, hogy mindannyian adjuk oda testünket, egész életünket Istennek tetszik áldozatunk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömöt adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse az ő tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünkkel, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amikor Jeruzsálemben kijött az első keresztény üldözés, Heródes király elfogadta az egyház néhány vezetőjét, hogy ártson neki. János testvérét, Jakabot kardot kérdeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogadja. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogadta, börtönbe zárta, és rábízta egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta vezetni, Péter két katona között aludt, kettős láncolnak bilincsában. A bejáratnál pedig körül vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyal, és a helyiséget fényárasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehúgott a kezéből. Azután az angyal így folytatta. Csapolt fel övedet, és vett fel sarulat. Amikor megtette, az angyal ezt mondta. Vedd magadra köpenyedet, és kövess. Péter szemült és követte, de nem tudta, hogy valóságra az, amit az angyal tesztele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első körségen, majd a másodikon is. Aztán eljutottak a város felé nyíló vasalóhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint végül mentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter feleszmélt, így szólt. Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből, és mindahol, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten néje. Istennek néhány abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások Jeremiásnak vagy valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Azért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem lesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezen az evangélium idén. Lépjen elő, aki a szerpappá szentelésben kíván részesülni. Bacsú Róbert. Jelen. Főtisztelendő Atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezt a testvérünket a felelősség teljes szerpapi szolgálatra. Méltónak tartod őt? A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatod. Az Úristen és üdvözítőm Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket a szerpapság rendjére. Istennek legyen hála! Most a püspök atya ételme közvetkezik, amit ülve hallgatjuk meg. Az Úristen a szolgálatra hívott meg téged. Az ő szolgálatára, Szent Pál szavaival, az ő egyháza javára. Jézus, tudjuk, a világ végén visszajön, és akkor uralkodói, bírói hatalmával jön. De 2000 éve, amikor Betlehemben megszületett, aztán a Jordán folyónál keresztelő Szent János előtt bemutatkozott a választott nép számára, majd 3-4 éven keresztül az egész világ számára elmondja az Atya, Isten üzenetét, hogy emberek, van remény. Az Úr Jézus által, az ő szolgálata által nekünk reménységünk nyílott. Az Úr Istenhez vissza, az elveszett paradicsomba, a mennyországba. Az eredeti bűn szörnyű következményeit élte át az emberiség az elmúlt, Isten tudja hány millió év alatt. Ádám néva bűnbeesése óta, a vízözön, Szodoma Gomora, a választott nép sok szenvedése, és a többi népnek nem is ismerjük a sok-sok fájdalmát, szenvedését, a bűnei következményeit. Ma is a világon nagyon sok helyen látjuk a bűn miatt a sok problémát, a sok félelmet, a halálfélelmeket. De ma is ugyanúgy hív az Úristen szolgálókat, akik elviszik Jézus evangéliumát, Jézus örömüzenetét a világ számára, és különösen azok felé, akik erre nagyon vágynak, akik az életben, mondhatjuk, valahol hátul, valahol lent szenvednek, az utolsó helyeken, a legalsóbb helyeken. Az Úr Jézus az ő egész életével pontosan ezeket szolgálta. Valahogy éppen ezeket vonzotta. Az ő példája nem csak az életében, de az utolsó vacsorán is gyönyörűen megmutatkozik, amikor mosta az ő tanítványai lábát, és utána azt mondta, ti is hasonlóképpen cselekedjetek. Tehát, ahogy én nem uralkodni jöttem a világba, pedig ő aztán megtehette volna, akkor mi sokkal inkább kell, hogy tőle ezt tanuljuk el.
az apostolok életét ismerjük, az első diákonusok életét. Az egyház történelemben ragyogó diákonusok mutatják a szép példát nekünk. Igen, erre van ma is szüksége a világnak. Olyanokra, akik elsősorban a mennyei atyára figyelnek, mint az Úr Jézus, ahogy az apostolok a legfontosabb imádságunkban nem csak ezt mondják, hanem így gondolkoznak, hogy az ő országát várják, az ő akaratát akarják megvalósítani, illetve egész életünket neki szentelni. Ez a gyönyörű szép felszentelő imádság, amit itt fogok majd igyekszem énekelni, kezdettől fogva nagyon tetszik. Ez a gyönyörű imádság, kedves testvérek, három nagyon fontos részből áll. Egy emlékezésből, anamnézis, ahol emlékezünk az ószövetségi választottakra, azokra a levitákra, akiket az Úr a papok szolgálatára hívott meg, és akik segítették az oltár körüli szolgálatban a papokat. Az új szövetségben ugyancsak meghívott 7 diákonust az Úristen, az apostolok a Szentlélek által segítve kiválasztották ezt a 7 embert, pontosan azért, hogy ők csak az Úr szavának, Isten igényének éljenek, és az imádságnak, és az ige szolgálatát töltsék be teljesen, illetve az oltár szolgálatában, a szegények szolgálatában pedig ezek a diákonusok segítsék őket. Hogy ne legyenek megosztottak, hogy mindig az Úristenre figyeljenek, az ő akaratára, és az ő akaratának teljesítésére, segítségükre volt szükségük, úgy, mint az Ószövetségben a levitákra. És tudjuk, amikor kezüket ezekre a kiválasztottakra helyezték, erre a 7 diákonusra, akkor az Úristen olyan különleges karizmákat adott nekik, amelyeknek a segítségével ők ki tudták bontani a természettől fogva kapott talentumaikat. Mert hiszen mindenki kap tehetséget, ki ilyet, ki olyat. De hogy ezeket ki tudja bontani az ember, és az emberek szolgálatára tudja kamatoztatni, ehhez szükség van az Úristen szent lelkére, az ő segítségére, aki különböző karizmákat, ajándékokat osztogatott, ebből is éppen 7-et, hogy mindenki szolgáljon vele. Szent Pál apostol többször is kiemeli, hogy a környezetük, a felebarátaik szolgálatára kapták ezeket a karizmákat. Éppen ezért ennek a felszentelő imádságnak a legfontosabb része a Szentlélek segítségű hívása. Az ő erejének, az ő karizmáinak a kiválasztottra való hívása. Ez az epiklézis, ami a Szentmise közepén is az átváltoztatás előtt hallatszik. Pontosan olyan fontos szavak, pontosan azt célozza, hogy az ember alázatosan kér Istentől. Tudja, hogy minden, az egész világ a Szentlélek erejéből született. Kezdettől fogva látjuk a Szentlélek működését. És éppen ez az izgalmas a kezdeteknél. Mindig megemlíti a Biblia. Tehát amikor egy ilyen fontos szolgálat kezdődik, akkor ez nem lehetséges a Szentlélek nélkül. Különben megsúgom a folytatás sem, és a hűségben maradás sem. Hiszen ő az élet lehellete, ő a szeretet lelke. Minden ő általa történik. Ő az atyának és a fiúnak a lelke. Ő a két szemét összetartó, sőt az egész világot összetartó erő. Enélkül szétesne a világ. Ahogy szét is esik sok minden, az ő hiánya
az ő ereje nélkül. Éppen ezért azt kérjük, hogy ajándékozzon ennek a jelöltünknek olyan karizmákat, amelyre neki szüksége lesz az ő szolgálatához. Hiszen Isten tudja, mit hoz a jövő. De ha a Szentlélekre figyel, akkor természetesen a plébánosa és a püspöke dispozíciójával ő azt a szolgálatot végzi, amely akkor és ott éppen szükséges az Isten népe számára, az ő javára, sőt az üdvösségére. Hiszen ahogy Placid atya gyakran mondta, Munkácson is, Beregszászon is, hogy ő szereti a mi atyánknak ezt a mondatát így átfogalmazni, megtoldani, hogy legyen meg a te üdvösséges akaratod. Igen, hiszen az Istennek az akarata mindig az üdvösséget célozza. Mi gyakran egy pillanatnak az örömét keressük, az Úristen mindig tovább lát, és mindig a tekintetünket fölfelé emeli, az örök értékek felé. Ezt az erőt, ezt a szent lelket ajándékozza most te neked, kedves Róbert, akit ki tudja már mikor hívott meg, az egyik proféta azt mondja, hogy már anyám méhétől, anyám méhében meghívott. Valószínűleg mindannyiunkat. De 30 évvel ezelőtt, ahogy mesélted egyszer nekünk, Zsarkovszki Péter atya meghívására, te eljöttél ide minisztrálni, ennél az oltárnál szolgálni, és azóta 30 évig hűségesen ezt megteszed. Ez már nagyon nagy dolog. 30 évek keresztül az oltár szolgálatában, már kicsi gyerekkorodtól fogva itt voltál. Ez számunkra azt a biztos reménységet adja, hogy valóban az Úristen hívott és tartott, és fog ezután is erősíteni téged. Nagyon nagy dolog a kiválasztás. Kedves testvérek, ez egyik proféta nem akarta ezt vállalni, és akkor hallotta a mennyből az Úristen sóhaját. Hát kit küldjünk el? És annyira szíven ütötte az Istennek ez a sóhaja, hogy nem talál embert, hogy kit küldjön el arra a szolgálatra, hogy erre elmúlik a félelme, és bátorságot kap, a szívére hallgat, Istenre hallgat. Itt vagyok, Uram, engem küldj el. Igen, kell az embernek a közreműködése. Az Úristen senkit sem kényszerít az ő szolgálatára. A szeretetnek mindig ez a titka, hogy kölcsönös kell, hogy legyen. És az Úristen annyira tisztel, annyira szeret minket, hogy csak úgy tud minket hívni, sőt megtartani a hűséges szolgálatba, ha mi ezt az igenünket kimondjuk, egyszer így nyilvánosan, utána pedig a hétköznapok apró, kisebb-nagyobb kríziseiben is, újra és újra, várja a mi igenünket, a mi szeretetből, szívből jövő válaszunkat. Igen, a 104. Zsoltárról mi is kérjük most, hogy Istenünk áraszt ki lelkedet, és minden életre kér, és megújítod a föld színét. Ez olyan nagy reménységgel van teli ez a Zsoltár, ez a 3000 éves imádság, hogy bárhol is látunk nyomorúságos helyzetet, egy családban, egy városban, egy országban, vagy az egész világban, bizony mi most ilyet éltünk meg, akkor se felejtsük el, hogy az Úr Jézus mindig itt van, közel van, és ő talál, mindig talál ember arra, hogy elküldje, hogy ezt az örömét elvigye a szomorkodóknak, a betegeknek, az utolsó bűnösöknek is, akár a latróknak is a börtönben, hogy van remény. Az Úr Jézus ez a nagy reménység, és az ő evangéliuma.
mielőtt a szerpapság rendjébe léptél, a népszín előtt nyilatkoznod kell, milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e, hogy Kézrá Péter és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljenek téged? Akarok. Akarod-e a szerpapi szolgálatot a papi rend segítésére és a keresztény mint javára alázatos szeretettel gyakorolni? Akarok. Akarod-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint? Akarok. Akarod-e őrizni és gyarapítani magadban az imádságos lelkületet, amely hivatásoddal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményednek megfelelően imádkozni a Zsolozsmár az egyházért és az egész világért? Akarok. Akarod-e példás életben szűnvelemű Krisztus követni, akinek testét és vérén az oltáron érintett és a híveknek nyújtott? Akarok, Isten segítségével. Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak? Ígérek. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Most a jelölt annak jeléül, hogy bizonyos értelemben meghal a világnak, és a szentségi házasságban is őszentel akarja élni a megjelen a szolgálatot, arcba borul az oltár előtt. Mi is lepérte velünk, és a mindezőnek litániájával a szentek közösségében imádkozunk azért, hogy ezt a jó elhatározást Robert is megvalósítsa életében. A most állva hallgatjuk meg a Püspök Atya felszólító imádságát és diakonus felszólítására értre. Most imádkozunk, kedves testvéreim Istenhez, a mindenható Atyához, hogy szolgáljára, akit a szerpapság szent rendjében kezdve felvesz, áraszta ki áldásának kegyelmét. Vonuljuk térdre! Uram, irgalmazd nekünk! Krisztus, kegyelmezd nekünk! Krisztus, kegyelmezd nekünk! Uram, irgalmazd nekünk! Uram, irgalmazd nekünk! Hallgass meg kegyesen kérésünket, hogy amit püspöki tisztségünk szerint végzünk, azt kegyelmet segítsége kísérje, és aki meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod, Krisztus, a mi Úrunk által. Megrendítő dolog arra gondolnunk, hogy a szentelő kézrátételek sorában a legelső helyen valamelyik apostol áll, és a ma élő apostol utód megyés főpásztorunkon keresztül kapja meg a felszentelő kegyelmet. Testvérek, a szentelési imádság alatt állva maradunk, utána leülünk.
Állj mellettünk, mindenható Istenünk, Te minden kegyelem forrása, ki a tisztségeket szétosztod, s kijelölsz minden munkakört, míg megújítod a mindenséget, magad változatlan maradsz, és örök gondviseléseddel elrendezel mindent, a Te igéd, hatalmad és bölcsességed, ami Urunk Jézus Krisztus által. Te előkészítesz mindent, és minden egyes korszaknak megadod, ami annak megfelel. Szent templomod nagyobbodására bőkezően növeled és gyarapítod fiad titokzatos testét az egyházon, mely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe forna. A szent teendők ellátására a szolgálat tevőknek hármas fokozatát alapítottad, hogy szolgáljanak néked, mint ahogy egykoron kiválasztottad Lévi fiait a szent sátor szolgálatáról. Így egyházat kezdetek úr, fiad apostolai a szent lélektől vezetve, kiválasztottak 7 fedhetetlen férfiút, hogy mindennapi szolgálatukban segítségükre legyenek, ők pedig ezáltal még inkább az imádságnak és az ige hirdetésnek szentelhessék magukat. E kiválasztott férfiakra imádság és kézrátétel által az asztal szolgálatot bíztál. Nézz kegyesen Istenünk erre a szolgádra, aki majd szent oltárodnál szolgál, és akit alázattal a szerpapi tisztségre szentelünk. Küldd erre a szent lelket, kérünk Istenünk, hogy 7-szeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjen. Az evangélium jelénye gazdagsága töltse el őt, a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság, s a lelki ember fegyelme. A Te parancsait tündököljenek minden tettében, hogy élete példájával szent népedet követésre serkentse, a lelkiismeret szavát nagyra becsülve, tartson ki szilárdan és állhatatosan Krisztus mellett. Ki nem azért őt, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és fiadat követve a földön, méltó legyen vele együtt uralkodni a mennyben, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Thank you.
vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél, ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Thank you.